Szabó Zoltán másfél éve kezdett saját vállalkozásba. Cége a kriagyantalapok megmunkálásával foglalkozik. Mentora Császár Edit volt, aki útmutatással és tanácsokkal segítette a fiatal vállalkozó munkáját. Rengeteg mindent tanultunk itt az előadásokon, üzleti tervtől kezdve egészen a marketing készítéséig, illetve különböző irányvonalakat. Ezt nagyon jól tudtam én személy szerint hasznosítani a saját vállalkozásomban is, és megpróbálom, remélem, hogy ezt a jövőben is ugyanígy fogom tudni használni. A Prosperitáti Alapítvány tavaly szeptemberben a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesülete és a Budapesti Design Terminál közreműködésével indította el a régió vállalkozóinak szakmai támogatását segítő mentorprogramot. A projektum első felében a mentorok felkészítése, a második részben pedig a kisvállalkozók üzleti, jogi, közgazdasági és marketingbeli ismereteinek fejlesztése zajlott, elsősorban mentori konzultációk formájában. Aki befejezte ezt a programot, az mindenki csak ajánlani tudja, és mindenki érzi ennek a fontosságát, a hasznát, hogyha úgy tetszik, mert vállalkozóként ez sem mellékes. Kialakult egy kohéziós mag, azt gondolom, hogy minden téren nyertek a vállalkozók is. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta, számára a gazdaságfejlesztési program legnagyobb hozadéka az az újfajta közösségi hangulat, amely a mentorprogramnak köszönhetően jött létre. Azok, akik tapasztalatot szereztek, tudást szereztek, jártasságot szereztek, a saját vállalkozásuk építése ide alatt, ezt a tudást, ezt a tapasztalatot, ezt a kapcsolatrendszert átadják másoknak. A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával valósult meg. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár szerint a nemzetpolitikai már 5 éve a szülőföldön való boldogulásra helyezi a hangsúlyt, amelynek keretében számos magyar családot támogatnak. Öröm számomra az, hogy itt a gálán is a mentorált, vagy a mentor évben, ebben a gazdasági évben is nagyon sok fiatal vett részt, és remélem az, hogy a mentorok mindig a fiatal vállalkozók felé is tekintenek, őket is felkarolják, és a többi régió számára is példát mutatnak. A 6 hónapig tartó mentori munka végén díjazták a legkiemelkedő munkát teljesítő mentorokat, mentoráltakat és a legösszetartóbb csapatot is.